Üdvözlet mindenkinek, ezúttal visszatérünk egy kicsi időre a védőoltáshoz, a világjárványhoz, a Covid-hoz. Megnézzük, hogy mi a helyzet a maszkviseléssel, úgy általánosságában véve az egészségügyjel, valamint a Pfizer védőoltás problematikáját is meg fogjuk vizsgálni. Az embereknek a memóriája az túlságosan rövid. Február 19-e, micsoda váratlan fordulat, teljesen hatástalan a maszk, a Covid és az influenza terjedése ellen ez egy kérdés. Hazudtunk reggel éjjelneges. Javaslom, hogy olvassátok el ezt a cikket már, ha valakit érdekel részletesen, ez 28 ilyen klinikai kutatás került bele. Telex is megírta ezt, mint átugrunk oda. Ez nem egy játék dolog, hanem a legmagasabb minőségű kutatásokat gyűjtik össze és összegzik azoknak az eredményét, ezt hívják metaanalízisnek más néven, ahogy ezt említettem. Közösség történő maszkviselés valószínűleg alig vagy egyáltalán nem változtat az influenza-szerű és COVID-19-szerű megbetegedések kimeneterén a maszkviselés hiányához képest. És mikor valaki ar arról mer beszélni, hogy minek viselünk maszkot, akkor az őrült összeesküvés elmélet hívő, <laughs> nagyon durva. Biztos látott már embereket mindenki dolgozni, különösen ez a kasszások, de akik viselik a maszkot, hogy a maszk alatti terület az teljesen mindenféle elszíneződést lehet látni, különösen vöröses, és egyértelműen betegnek tűnik az a felület a maszkviselés miatt. És ennek ellenére az emberek csinálják úgy, hogy látják azt, hogy ennek az egésznek, a, meg tudják, és a statisztikához, hogy a következmény az egyáltalán nem olyan súlyos, mint ahogy azt nekünk mondják. Arról nem is beszél, hogy ez az egész maszkviselés nem ér semmit, meg a kézmosás meg káros, mint ahogy kiderült utólag. Meg nyilvánvaló volt, mindenki egy fél agya van, hogy ez így van. Devendra Niranjan azt mondja, ő ugye mikrobiológus, illetve a fertőzés ellenőrzésnek az egyik szakembere, Regency Super Specialty kórházban, lucknow hogy a túlzott kézmosás az az egyének, különösen azoknak, akiknek a bőre már amúgy is betegségben szenved, úgy, mint hogy egycéma vagy különböző bőrgyulladások rontja ezeknek az állapotát, roncsolja a bőrt, illetve fájdalmat okozhat a kézen. Továbbá, még az egészséges bőrű embereknél is a szappannal és kézfertőtlenítővel végzett túlzott kézmosás a bőr kiszáradását, megrepedezését okozhatja. Ismételt kézmosás vagy kézfertőtlenítők használata felhasítja a bőr felső rétegében levő fehérjéket, felaprítja ezeket. És a kézfertőtlenítők használata szintén vezethet a bőr ellenálló képességének a csökkenéséhez, valamint a fertőzés kockázatának növekedéséhez. Én nem azt akarom mondani, hogy, hogy ne mossa senki a kezét, meg, meg álljon ellen mindenképp, az most olyan retkesen fogunk járni. Csak az, hogy józan észre, ugyanúgy el lehet kerülni ezeket a dolgokat, mint ahogy minden mást. Persze, hogyha kénytelenek vagyunk az emberek közt mászkálni, akkor annak vannak következményei, ez az egyik hogy a fertőzésnek a veszélye növekszik, és kénytelenek vagyunk alkalmazkodni ahhoz a rendhez, amit a társadalom kitalált. Ezek után gondolom nem meglepő, hogy a 444 azt írja, hogy egy házi orvos jó tanácsa, ne betegedjünk meg, mert olyan irányba viszik az egészségügyet, ahol össze fog omlani. Minden úgy működik, mint egy üzlet. Szóval nem tudom, hogy miért nem világos. Több ügyfél kell, és aztán sorozatosan újabb termékek, amiket azok az ügyfelek megvásárolnak. Ugyanígy működik az egészségügyben is. Nem volt elég egy, azért mert már vannak ügyfelek, szóval valamit adni kell az ügyfeleknek, hogy jöjjenek vissza, azt vásároljanak még. Ezért van a második oltás, a harmadik, a negyedik, meg a végtelenedik is, ezért lesz. Egyes esetekben gyulladásos miopátia, ami szívizomgyulladás, trombózis, neurológiai problémák és egyéb ritka állapotok alakulnak ki COVID-19 oltást követően. Ezek gyakorisága pedig emelkedik. Az emlékeztető oltás beadása után! Tessék!